Mert hogy van még egy születésnaposunk, aki nem más, mint Lázár Ervin. És nem. Nem. Na akkor mondjatok egy oldalszámot. Nem, nem, ebből az 146 oldal a könyv. Ez nem a 37. Jó, ez az, a 37, ez a 36. oldalon kezdődik. De hát csak az lesz, mert felénél nem lehet elkezdeni. Jó, akkor ez a szurkos kezű királyfiak. Ez azért is jó, mert... Volt egyszer két király. Szomszédok voltak, a házukat egy léckerítés választott el egymástól. Egy tavaszi napon egyik király jókor reggel kiment a kertjébe, hogy megkapálja a sárgarépát. Ahogy kilépett az ajtón, abban a pillanatban lépett ki a más szomszéd házból másik király. Jó reggelt, mondta barátságosan egyik király. Adj Isten, válaszolta ugyanolyan barátságosan másik király. Ilyen barátságosak voltak mindig, sohasem veszekedtek, pedig már elég régóta laktak egymás mellett. Olyannyira nem veszekedtek soha, hogy a negyedik házban lakó király még azt is kétségbe vonta, hogy valójában királyok. Oda ballaktak a kerítéshez, kezet szorítottak, s megkérdezték egymást, mi óra készül, szomszéd? Mindenik azt mondta, egymás szavába vágtak, sárga répát akarok kapálni. Erre el is nevették magukat, mert ez már évek óta így ment, mintha éjszaka kitalálták volna egymás gondolatait. Minden nap ugyanarra készülődött mindkettőjük, s majd minden nap ugyanazt is csinálták. No de hiszen ez nem csoda. Akkor kapálták a sárgarépát, amikor megjött az ideje. A búzájuk is egyszerre érett meg. Persze, hogy egyszerre aratták. Fát vágni is együtt jártak az erdőre, mert fát vágni télen szokás. Mikor vágtak volna máskor? Annak idején lányuk is egyszerre született, s éppen ebben az időben került eladósorba mind a kettő. Erről beszélgettek sárgarépa kapálás közben. Nyugodtan beszélgethettek, a sárgarépa ágyása mind a kettőnek közel volt a kerítéshez, nem is kellett abbahagyni a kapálást. Felséged, mikor adja a férjhez a lányát? Kérdezte egyik. A királyok ugyanis leggyakrabban felségnek szólítják egymást. Ez ugyan nem jelent semmit, mert van olyan király, aki azt mondja a másik királynak, hogy felség, és közben azt gondolja magában, Pernehajder. De ez a két király, mikor azt mondta felség, magában is azt gondolta, hogy felség. Hát én hamarosan, mondta másik. Már van is három kérője a lányomnak. Az enyémnek is három van, mondta egyik, és megbeszélték, hogy melyik kérő, kicsoda, micsoda. Persze, mind a hat legény királyfi volt. És felséged, tudja-e már, melyik közülük a legkülönbb? Én bizz még nem. És felséged? Én sem. És hogy választja ki a legkülönbet? Még nem tudom, de azt hiszem, próbára kellene tenni őket. Ebben aztán meg is egyeztek, csak azt nem tudták eldönteni, milyen próba felelne meg a legjobban.
elhatározták át, hogy délután ünneplőt öltenek, és meglátogatják a közellakó öregebb királyokat, és akik már férjhez adták a lányukat, és megkérdik őket, milyen próbatételt alkalmaztak. Izom-bizom király azt mondta, össze kell ereszteni mindet a hétfejű sárkánnyal, és amelyik legyőzi, azért legyen a lányotok. És ha mind a három legyőzi, kérdezték a királyok, akkor a 12 fejűvel, ha azt is, akkor a 24 fejűvel, és így tovább, mondta Izombizom. A két király hümmögött, de azért megköszönte a tanácsot, és egy házzal odább állott. Csak kincs király, azt mondta nekik, amelyik a legtöbb kincset hozza, annak adjátok. Eszerece király egy feladványt mondott el. Adjatok neki 9 egyforma golyót, a 9 közül egy legyen kicsit súlyosabb, mint a többi, de ezt szemmel ne lehessen látni. Amelyik egy két karú mérleggel, két mérésből ki tudja választani azt az egy nehezebb golyót, annak adjátok. Nyolka Balga király csodálkozott, hogy ilyesmit kérdeznek, nem kell oda semmi próbatétel, annak adják, amelyik a legszebb. Amikor a két király hazafele ballagott, igencsak vakarta a fejét. Hát, ezekkel a tanácsokkal nem sokra mentünk, bizony nem. Mert lehet valaki erős, gazdag, meg szép, de mit ér vele, ha például lusta? Vagy netalántán gonosz? Bizony, bologatott egyik. Így váltak el. Otthon mind a kettő elővett 9 golyót, egyforma súlyúakat, csak egy volt valamivel nehezebb, meg egy két kiló mérleget, és próbálták megoldani Eszeretsze király feladványát. Még éjfélkor is méricskéltek, de sehogy sem sikerült megoldani. Erre aztán dühösen odavágták a golyót, mérleges, azt gondolták, miért kellene egy olyan okos fő, aki azt is tudja, amit ők nem. És aztán már csak egy hónap múlva találkoztak. Holnap lesz az esküvő, újságolta egyik király. Nálunk is, mondta másik király. Még csak nem is csodálkoztak, hogy ez is egyszerre lesz. Megszokták már. Azon se csodálkoznék, mondta másik király, ha véletlenül ugyanolyan próbatételt találtunk volna ki. Pedig én elég furcsát eszeltem ki, mondta egyik király. Beszurkoztatta mind a háromnak a kezét. Másik király szeme felcsillant. Én is, mondta. És azt mondtam nekik, egy hónap múlva jöjjenek vissza, de addig nem szabad kezet mosniuk. Akár csak én. No, és mi volt, mikor visszajöttek? Hát, mondta egyik király. Beállított az első, és szégyellősen zsebre dugta a kezét. Mondom neki, na, mutasd csak a kezedet. Ne haragudjon felséged, mondja, és elém nyújtja a kezét. Bizony arról egy cseppig lekopott a szurok. Hát, te mit csináltál, kérdeztem. Tudja, felséged, eltörött a kocsim kereke, mondta. Na és? Hát, meg kellett javítanom, ha nem akartam egy hónapig ott ülni az árokparton. És mire megjavítottam, megéheztek a lovaim, el kellett menni szénát kaszálni. Mire hazaértem, ott is várt a tömérdek munka. Dolgoznom kellett, lekopott hát a szurok. Szakasztott, így volt az én lányom első kérője is, mondta másik király, csak nem a szekere törött el, hanem a háza teteje szakadt be. A másik kérő meg, folytatta egyik király, sokáig nem akarta előhúzni zsebéből egyik kezét sem. Azt gondoltam, nyilván ő is dolgozott, az ő kezéről is lekopott a szurok. Aztán nagy unszolásra előhúzta a bal kezét. Nem kopott arról le egy csepp se. Mondom neki, a jobb kezét is mutassa.
Nem nagyon akarta, de addig erőltettem, míg végre előhúzta. Arról meg lekopott a szurok. Nem mondta meg, miért csinálta, de később magamtól is rájöttem. Nyilván nem tudta kiszámítani, mi tetszik majd nekem. Gondolta, ha szükséges a szurkos kezét mutatja, vagy ha másképpen alakul, akkor azt, amelyikről lekopott. Érdekes, mondta másik király, az én lányom második kérője is be akart csapni, csak nem egészen így. Zsebre se tette a kezét, úgy jött, és feketébb volt rajta a szurok, mint eredetileg. Te, mondom neki. Ez nem az a szurok, amit egy hónappal ezelőtt rákentünk. De ő csak erősködött, hogy bizony az. Végül aztán mégis kiderült. A régi szurkot, ahogy hazaért, lemosta a kezéről, csak mielőtt újra hozzánk indult, akkor kente be. Na, és a harmadik? A harmadik egy rongyból bugyolálta elő a kezét, ugyanúgy volt rajta szurok, ahogy rákentük. Azt mondta, azért csavart a rongyba, hogy óvja a szurkot, minél kevesebb kopjon le róla. Szakasztott így a miénk is, kiáltott fel másik király. Azt mondta, inkább dűljön össze minden, de ő akarja feleségül venni a lányomat, ezért óvta a szurkot. Hát ez érdekes. Ha nem tudnám, hogy más-más három királyfi volt, még azt hinném, hogy ugyanazok jártak felségednél is, mint nálam. No, és felséged? Melyiket választotta? Kérdezte nagy érdeklődéssel másik király. Hát ez nem is lehet vitás. Most jött el egyik, a legkülönbet. Azt, amelyik a munka a legfontosabb, s nem számít neki, hogy kopik a szurok, vagy nem kopik. Másik királynak erre leesett az álla. Hát érdekes. Mert én azt tartottam a legkülönbnek, amelyik a lányom miatt mindent félbe szerbe hagyott, inkább mintsem, hogy lekopjon kezéről a szurok. És a két király azóta is azon vitatkozik, melyiküknek volt igaza.